A Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 2017. februárjában nyújtott be egy szakképzési pályázatot a Tempusz közalapítványhoz. Ezzel az iskolának az volt a célja, hogy a nyelvi előkészítőt végzett turisztikai szakos diákok kipróbálhassák magukat, valamint nyelvtudásukat külföldön. A 23 napos külföldön töltött idő alatt a diákok megtanultak koránkelni, mert hétköznaponként dolgozni jártak, megismerhették, milyen szigorú szabályok szerint működik egy négy csillagos szálloda, illetve milyen komoly felelősség fegyelmezetten munkát végezni. Erasmus Plus program ugye nagyon régóta működő programja az Európai Uniónak. Gyakorlatilag nagyon sok rétegét lefedi az oktatásnak, egészen az óvodai intézményektől az egyetemi szintekig. Bennünket ugye szakmai gyakorlat miatt érdekelt elsősorban, illetve érkezett egy ilyen igény a centrum felől, hogy pályázzunk, és éltünk ezzel a lehetőséggel, és szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen az első beadott pályázatunk elbírálása során támogatást nyertünk. Gyakorlatilag ugye oktatás, szakképzést, sporttevékenységet és egyebeket támogat az Erasmus Plus program. A gyerekek ugye szakmai gyakorlatot töltöttek kint, és ennek a 3 hetes időszaknak gyakorlatilag minden aspektusát fedezte a pályázat. Egyedül költőpénzt vittek magukkal, tehát a szállást, étkezést, a programok leszervezését, mindent fedezett ez az ösztöndíj, amit ők kaptak. Az első pár napban egyeztetni kellett a hotelekkel, akik a gyerekeket fogadták. Szerződéseket kellett aláíratni, illetve az is volt a feladatunk, hogy figyelemmel kísérjük az ő munkájukat, mennyire felelnek meg az elvárásoknak, vannak-e bármiféle problémák esetleg, amik felmerülnek a kint tartózkodás alatt, illetve nagyon sok papírmunka is hárult ránk ez alatt az idő alatt. Közben igyekeztünk nagyon sok szabadidős programot is biztosítani nekik, amelyeknek egy részét leszervezte a kinti partnercégünk, viszont sok esetben szabad kezet kaptunk, és mi választhattuk ki, hogy hova szeretnénk őket elvinni. Hát ennek feltérképezése és megszervezése is időt vett igénybe. Ezen túl ugye 3 hétig nagyon sokan most voltak távol először az otthonuktól, tehát igencsak ránk szorultak ilyen szempontból, mert nagyon sokat kellett őket lelkileg is támogatni. Ugye többször előfordult, hogy honvágyuk volt a gyerekeknek. Mi igyekeztünk ezt azzal gyógyítgatni, hogy minél több helyre elvittük őket, és nagyon sok szabadidős programot szerveztünk nekik. Továbbá a Prágában töltött idő alatt a diákok megtanultak önállóan problémát kezelni, alkalmazkodtak társaikhoz, a váratlan helyzetekhez, megismerték a cseh kultúrát, megkóstolták a hagyományos cseh ételeket, és megtapasztalták, milyen érzés nélkülözni 3 hétig a családjukat, az otthon melegét. A kezdetek kezdetén, mielőtt indultunk volna, nagyon féltem úgy mindenki, hogy mégis hogy fogunk közlekedni ott, és egyébként még nem ismerik a várost és mindent, de ennek ellenére kellemesen csalódtunk. Tehát nagyon jó volt az egész, az első naptól fogva megszoktuk a közlekedést és magát a várost is. Nagyon szép hely volt, és nagyon szívesen visszamenne amúgy szerintem mindenki. A szállodában, ahol megszálltunk, más nemzetiségek is voltak, tehát velük nagyon sokat találkoztunk, és meg kellett nekik is a szokásaikat szokni. Szétnéztünk a városba is, mivel hogy a második nap tartottak nekünk egy ilyen városnéző programot, amivel meg tudtuk csodálni a gyönyörű várat, és egyebeket is, a katedrálist is. A harmadik nap a munkahelyünkre nagyon félve mentünk, hogy mégis milyen lesz, hogy fogunk bemutatkozni, és egyebek. De szerintem mindenki kellemesen csalódott, mivel hogy mindenkinek a főnöke nagyon kedves volt, és aranyos. Hogy visszajöttünk, mindenki különböző változásokat tapasztalt magán, például bátrabb, jobban mer beszélni, könnyebben megszólal idegen nyelven, illetve sokat fejlődtünk nyelvtudásba. A szakmai gyakorlatunk is nagyon sokat fejlődött, mivel hogy van turizmusrendszerünk és ilyen vendéglátással kapcsolatos óráink, amelyeken már szinte magunktól tudjuk a tananyagot, és nem is kell leadni. Tehát a diákok elegáns szállodákban lesték el a szakma alapjait, gyakorolták az angol nyelvet, maguk intézték ügyes-bajos dolgaikat. Szabad idejükben pedig megismerték a csodálatos fővárost, Prágát.